Sziasztok! Jó reggelt! Üdvözöllek titeket ebben az utolsó, előtti vlogmaszban! Vlogmasz 23! El sem hiszem, hogy már csak a mai nap meg a holnapi van vissza. Nagyon-nagyon fog hiányozni. Holnap az utolsó záró vlogmasz az egy kérdezfelelek lesz, úgyhogy ez a mai az utolsó olyan vlogmasz, amiben mutatom a napomat, hogy mi történik. Itt vagyunk Budapesten, most már reggel, mennyi van? 10:30, és a reggelünk úgy telt, hogy elkészültem, Réka dolgozik sajnos, úgyhogy én itt elkészültem, ittünk egy kávét, néztünk két pasiúj egy kicsit a tévében, és most pedig el fogunk indulni reggelizni, és van itt egy reggelizőhely nagyon közel a Rékához, ahol van pisztáciás croissant. Úgyhogy oda fogunk menni, sétálunk a környéken, Réka végez már délbe, hazajön, és indulunk le vidékre. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok ebben az utolsó előtti vlogmaszban, és kezdjük el együtt ezt a napot. I love these buildings. So Eastern European, I love it. Like you. You ready to have breakfast? I am ready. Na szerintem most érezzük először, hogy úgy igazán hideg van. Right babe, this is like the first time when I feel like it's really cold. Very cold. Most cold. Csípős hideg. That means like crispy cold. Crispy cold. No, baby. It's okay. Ma bűnözés van, hiszen glutén. Ez pedig egy pisztáciás croissant, és felezzük nyilván. És rendeltünk kávét is, én csak sima presszó kávét, mert nincsen nekik semmilyen olyan táj, amit én tudnék inni sajnos. De a barátom ő rendelt egy cappuccino, és így néz ki maga a hely. Baby, how do you like it? This is incredibly good. I don't know how, I can't even put words up how good this is. I know. Like I've never had pistachio croissant. I mean, I had a pistachio croissant before, but this is the cream inside is unbelievable. It's amazing. Wow. And how's your coffee? Is it good? Yeah. Yeah? It's a regular latte. Nice. I do it for you. Kezdtünk a reggelivel, és most pedig úgy döntöttünk, hogy lesétálunk a Dunához, mert innen egy nagyon jó rálátás van a parlamentre, és azt még így nem volt alkalmunk így megnézni. Úgyhogy éppen oda sétálunk, ez egy 7 perces séta most jelenleg innen, és a Réka pedig onnan egy ilyen negyed órára lakik, úgyhogy utána visszamegyünk, hamarosan a Réka is kész van, és vettünk extra croissantokat, mert az a pisztáciás az nagyon-nagyon ízlet nekünk. Én nem fogok többet enni, már így is a glutén az már így megy fölfele. Úgyhogy azt csináltam, hogy én ettem a felét a csokisnak, másik felét megette a David, ettem egy harapást a pisztáciásból, és rendet vettük még kettőt, egyet hozunk a Rékának, egyet pedig a Davidnek. Right, babe, we got two more to go. Yes, we did. Guilty pleasures. Guilty pleasure. És innen már látszik is a parlament. A David pedig nagyon erősen fogja a croissant. So you holding on to the cup? With dear life. És leértünk a parlamenthez, és már csináltunk is pár képet. Babe, how do you like it? It's so beautiful, so right? Beautiful. So that's the island over there. Remember the name? Yeah, Margaret, right? Yes. And then there's the parliament. Yeah. And over there... Bye, have a good day. Bye, thank you. Over there, there's the Cittadella, there's the castle, and remember our hotel was over there. Yeah, the park, yeah. Exactly. So beautiful. Very nice. And then the church is so pretty too. Oh, fuck, I know, finally. Végre kisütött a nap, eddig jó szeles volt, de most már sokkal jobb az idő. So pretty! How did you like our walk, babe? I loved it. It was a great crisp walk. It was cold, chilly. But sunny, when you were in the sun. Yeah, amikor kisütött a nap, akkor jó idő volt, amúgy nagyon hideg volt. And I had the best croissant I've ever had in my life. A legjobb.
Abszolút. És most pedig Réka mindjárt itt van, és indulunk. Itt vagyunk az autóban, Réka is itt van velünk, és elindultunk vidékre, úgyhogy kész vagyunk Budapesttel, ennyi volt, most megyünk, és kezdődik a karácsony, jön a nagy evészet, az ivászat, a családozás, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk. Réka, készen állsz a családozásra? Igen. Tökéletes. És kész vagyok. Mindig és készen. David. És David. És David is. That's your Hungarian alter ego. Yeah. It's like strongman. Jeff strongman. Megérkeztünk végre anyáékhoz, és itt van Réka, elhozta a kedvenc boromat. Ezt képzeljétek el, hogy ezt rendeltem már egyszer Los Angelesben, mert annyira nagyon szeretem. És éppen azt iszom. Itt van fasírt, majonézes krumpli saláta, rizs, rántott hús, ez ilyen tejfölös, krémes, sajtos húsi, petrezselymes krumpli, úgyhogy most le fogunk ülni, és jöhet az ebéd. Végeztünk az ebéddel, ami szerintem inkább Léda. Thank you. Inkább vacsora. Léda a mops, akiről amit kérdeztetek, ő képzétek el, hogy már 11 éves, és ő eredetileg az Adélnak volt a mopsia, és nyilván még mindig Adélnak a mopsia, csak ugye Adél már nem lakik itt, de 11 éves, ő már nagyon idős, és elég lassú, alig kap levegőt, úgyhogy ezért halljátok őt a háttérbe. Néha abba hagyja, néha nem hagyja abba, úgyhogy néha, hogyha halljátok a háttérbe, akkor ez az oka. Szóval most mindenki elment sétálni, én viszont egy kicsit fáradt vagyok, és így el vagyok így, hogy mondják, ez pilledve? Uh-huh. Ja, pilledve. Uh-huh. De nem vagyok egyedül. Mert itt maradt velem Adél, aki veszik még egy kis rántott húsit így magába. Desszertnek. Desszertnek. És a sarokban pedig Dani. Úgyhogy nem vagyok egyedül, úgyhogy most csak egy kicsit le fogok pihenni, és látom már most, kiraktam, hogy küldjetek nekem kérdéseket a holnapi beszélgetős vlogmaszhoz, és nagyon jókat küldtetek, úgyhogy már várom nagyon, hogy ezt megcsináljuk az Adélékkal. Eredetileg úgy volt, hogy ma még bevezetünk Pécsre, mert Pécsen is van egy ilyen karácsonyi vásár, amit meg akartunk nézni, viszont az csak holnap fog megtörténni, nincsen időnk rá, úgyhogy megpróbálom majd belerakni talán ebbe a videóba. Hogyha ez a videó nem lesz elég hosszú, akkor hozzárakom holnap, és akkor úgy fog fölmenni majd együtt. Hogyha viszont elég hosszú lesz a videó, akkor az most így kimarad, úgyhogy meglátjuk, hogy fog alakulni. De most csak le fogunk pihenni, és találkozunk később. És itt van Adél végre, most már mind a hárman egy helyen vagyunk, Réka, Adél meg én, csak hát Réka éppen elment sétálni. De mi Adélán nem vagyunk olyan hatalmas nagy sétálósak a hidegben. De szívesen megyek. Pillám. És új pillája van. Nekem meg a sajátom. Adél, mit iszol? Kóla. A kólát. Kóla. Én meg éppen iszom a... A dobozosat? Igen. Te mindig azt iszogatod? Hát én nem vagyok egy izé, hogy lehúzom, hanem én kielvezem az ízeket. Adél, elaludt a kedlemen. Cuki, cuki. Ez a legjobb része. A fülem. Adélnak a füle a legcukibb a világon. Ne. Az a kedvencetes részem az Adélnak. Annyira cuki, cuki. Mert kis babakor óta imádom az Adél fülét. És ez a legjobb része a karácsonynak, amikor így tudunk lenni. Ne fajjál, Ritka. Ez közben valóság. A bor, hogy mi? Uh-huh. Most éppen játszunk egy olyat, hogy ennek az a neve, hogy körvonal, az őszintesség, mi ez? Az őszinteség. Az őszinteség játéka, és akkor van egy kérdés, és akkor arra mindenki válaszol. És szerinted mi az első benyomása rólad az embereknek? Adél? Sokan mondták, hogy bunkó az arcom. Adél a legcukibb a világon. Aztán, amikor elkezdenek már beszélni, akkor rájönnek, hogy nem vagyok, csak hogy ilyen resting bitch face-em van.
Jó reggelt! Na most már másnap van, és ahogy említettem, nem akarom ezt az utolsó ilyen igazi vlogot összecsapni, úgyhogy egy kicsit szeretnék ma is vlogolni, csak hogy több tartalom legyen benne. Az eredeti terv az volt, hogy bemegyünk Pécsre, ahogy említettem, a karácsonyi vásárba, viszont elkezdett esni a hó, képzeljétek el, úgyhogy láttunk havat idén, viszont lehet, hogy nem fogunk tudni bemenni, mert a szerpentin az, hogyha csúszik, akkor az úgy kimarad, viszont gondoltam, hogy megfogom a kamerát, és ide jövök, és hogyha valami történik ma, akkor azt is hozzáadom, ha viszont nem, akkor viszont ennyi lesz a vlog, de akármi is történik, mindenképpen mutatom nektek. Na gondoltam, megmutatom nektek az ebédet. Képzeljétek el, hogy szarvaspörkölt az ebéd. Ezt fogjuk most enni. Are you excited? A szarvas tegnap még legalább. Ez egy nagyon frissen lőtt szarvas, igen. I really wanna hear what you think, babe. Na végül is úgy alakult, hogy úgy néz ki, hogy nem megyünk be Pécsre, úgyhogy nem fogom tudni ezt belerakni a vlogba. Úgyhogy ennyi lenne ez a vlog, úgyhogy most el is fogok tőletek köszönni. Köszönöm, hogy itt voltatok ebben a rövid vlogmaszban, és találkozunk holnap az utolsóban. Sziasztok!